Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó szerdán az M1-en, Radetzky Viktor vagyok. Már a 30 millióhoz közelít a koronavírus fertőzöttek száma a világon, a járvány halálos áldozatainak száma pedig meghaladta a 930 ezret. A legtöbb fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van, több mint 6,5 millió, azonban rohamosan terjed a járvány Indiában is, ahol az igazolt esetek száma meghaladta az 5 milliót, és már több mint 82 ezer ember vesztette életét. Az orvosok világszerte egyetértenek abban, hogy a következő hetekben tovább romlik majd a helyzet. Európában különösen aggasztók az adatok. A politikusok ennek ellenére szemben a tavaszi intézkedésekkel egyelőre nem terveznek komolyabb korlátozásokat. A nagy kérdés most is az, hogy ezt hol és meddig bírja az egészségügyi ellátórendszer. 9000 fölé emelkedett itthon az aktív fertőzöttek száma, egy nap alatt 726 embernél mutatták ki a fertőzést. A kormány továbbra is szeretné elkerülni, hogy a járvány megbénítsa az országot. Októbertől minden iskolánál kötelező lesz a lázmérés, ahova sok gyerek jár, hőkamerákat telepítenek. Lázmérés és kézfertőtlenítés után lehet belépni a debreceni Bethlen Gábor közgazdasági szakgimnáziumba, a folyosókon, kisebb tantermekben pedig maszkot kell viselni. Az iskolaőr ellenőrzi a maszkviselést, és hogy használjuk a kézfertőtlenítőket. Hozzászoktunk, hozzá kell alkalmazkodnunk, mindenki tudja, hogy ez kötelező mostantól, és hogy így tudunk magunkra vigyázni. Október 1-től az összes iskolában kötelező lesz belépéskor a lázmérés, és nem csak a diákoknak, a tanároknak is. Ha valakinél megállapítják, hogy lázas, az még nem jelenti azt, hogy a koronavírus megjelent az intézményben. Ebben az esetben értesíteni kell az orvost és tesztelni kell, mondta a köznevelésért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Maruzsa Zoltán hozzátette, az érintésmentes lázmérők és hőkamerák beszerzése folyamatban van. Megfelelő eszközökre van szükség, ugye ezek a homlokhoz lényegében érintés nélkül is hőt mérő nagyon gyors eszközökkel lehet ezt felgyorsítani, illetve ahol pedig nagyon tömeges adott esetben a tanuló létszám, ott pedig hőkamerák felszerelése az indokolt. Ezeknek a beszerzése ez folyamatban van, október 1-ig számos intézkedés még ezen a téren várható. Szükség van a védekezésre, mert rohamosan terjed a koronavírus itthon. Hétfőn 726 új fertőzöttet azonosítottak, és elhunyt 4 idős, krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 9100 fölé emelkedett. Soha nem volt még ilyen magas ez a szám a járvány itthoni megjelenése óta. Jelenleg 306 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus fertőzés kimutatásának leggyorsabb és legmegbízhatóbb módja jelenleg a PCR-teszt, amikor garatból és orrból vesznek váladékot. A mintavétel néhány másodperc alatt megvan, de kellemetlen érzéssel is járhat. Hamarosan azonban a nyából is kimutatható lesz, hogy valaki elkapta a betegséget. A Semmelweis Egyetem egy ilyen teszt kifejlesztésén dolgozik. Ha sikerrel járnak, sokkal egyszerűbb lesz a mintavétel. Közben elindult a maszkrazzia a vonatokon és a volánbuszokon, mostantól már nem csak figyelmeztetik azokat, akik nem takarják el a szájukat és az orrukat utazás közben, hanem a legközelebbi megállónál leszállítják őket, vagy még jobb esetben már felszállni sem engednek senkit maszk nélkül. A kalauzok azt mondták, általában mindenkinél van maszk vagy sál, de sokan mégsem használták, elvileg mostantól ennek vége. Ezek az utasok mostantól így már biztosan nem szállhatnak fel egyetlen vonatra sem. Lejárt a figyelmeztetések ideje, mostantól akár már le is szállíthatják a vonatról azokat, akik nem vagy nem megfelelően hordják a maszkot. Kettől fokozottan ellenőriznek, főként jegykezelők, de rendőrök, polgárőrök és vagyonőrök is részt vesznek a razziában. A MÁV-nál egyelőre úgy tapasztalják, hogy kevés az igazán renitens. Azt tapasztaljuk, hogy van az utasoknál maszk, illetve van kendő vagy sál, amivel el tudják takarni a szájukat, illetve az orrukat, csak éppen nem használják. Figyelmeztetésre már előveszik és szabályszerűen használják. A MÁV azt kéri, hogy aki lázas vagy meküléses tünetei vannak, az semmiképpen ne utazzon. És ezt kérik a volánnál is, itt is szigorítottak.
Mostantól a sofőrök csak azokat engedhetik fel a buszokra, akiken van orrot és szájat elfedő maszk vagy kendő. Akik a felszólítások ellenére sem engedelmeskednek, nem utazhatnak. De nem csak felszállásnál, akár utazás közben is ellenőrizhetnek, ilyenkor a jegy- és bérlet ellenőrök ügyelnek a szabályok betartására. És továbbra is büntetik a maszk nélkül utazókat a BKV járatain is. 8000 forintos bírságot kell fizetnie a szabálytalankodóknak. Nem csak a közlekedési eszközökön szigorodnak a higiéniai szabályok. A fővárosi közgyűlés a legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a mozikban és a színházakban, a hangversenyeken, a cirkuszi előadásokon, sőt még a társasházi közgyűléseken is kötelező lesz péntektől maszkot hordani. Aki nem tartja be a szabályokat, akár 15000 forintos bírsággal is sújtható. Tegnap 112 jogellenesen Magyarországon tartózkodó külföldit kísértek vissza az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök és a katonák, 21 embert pedig megakadályoztak abban, hogy a magyar-szerb határon az ország területére lépjenek, írja a rendőrség honlapja. Ma hajnalban az M1-esen bukott meg két román embercsempész, két autóban 13 magát szírnek valló illegális migráns utazott. Egy román és egy osztrák rendszámú autót használtak az embercsempészek, akik akár 15 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. Emellett Tompánál több olyan migránst is előállítottak, akik autónak vagy kamionnak az alvázára kapaszkodva próbáltak meg bejutni az országba. Naponta 100-150 illegális határátlépési kísérlet történik a magyar határszakaszon. Erről Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt itt az M1-en. Mint mondta, idén eddig már több mint 22000 illegális határátlépést akadályoztak meg a hatóságok, és csaknem 300 embercsempész ellen indult eljárás. Mindenfajta módszer van. Kerítés, megpróbálják átvágni, megpróbálják létrával megmászni, alásnak vagy éppen alagutakat építenek ki, és hát elég nagy számba aztán megpróbálják el is kerülni, itt elsősorban a magyar-román-szerb hármas határ térségében, kisebb számba pedig a horvát-szerb-magyar hármas határ térségében. Ezek embercsempészek által szervezett és működtetett meg kísérletek. Afgán bevándorlók gyújthatták fel múlt héten a befogadó tábort Lesboson, ezt gyanítják a görög hatóságok. Öt embert már elfogtak, egyet még keresnek. Korábban elutasították a menedékkérelmüket, vélhetően emiatt szándékosan okozták a tüzet. Közben élesedik a politikai vita, Angela Merkel, német kancellár az 1500 bevándorlót átvenne a görögöktől, de ez ellen több, korábban befogadó párti ország is tiltakozik már. Új Közel-Kelet születik, ezt mondta Donald Trump, amerikai elnök, az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, illetve Bahrein közötti béke megállapodás aláírásakor. Úgy fogalmazott, hazugságok, árulások sorozata és a terror ördögi köre akadályozta a közel-keleti megbékélést évtizedeken keresztül, de ma a világ azt látja, hogy a térségben inkább az együttműködést választják. Donald Trump az egész világ számára hihetetlennek és nagyon fontosnak nevezte az aláírás napját. Magyarország továbbra is támogatja az Egyesült Államok erőfeszítéseit a közel-keleti béke megteremtése érdekében. Erről beszélt Szijjártó Péter Washingtonban. Azt mondta, ez rendkívül fontos ügy azért is, mert a térség stabilitása összefügg Európa biztonsági helyzetével. Szijjártó Péter az egyetlen Európai Uniós külügyminiszter, aki részt vett az Izrael és a két arab ország közötti béke megállapodás aláírásán. Hogyha béke és stabilitás van a Közel-Keleten, akkor jó esély van arra, hogy nem indulnak meg újabb illegális migrációs hullámok ebből a térségből Európa irányába, és azon belül pedig Közép-Európa felé. Tehát mi azt várjuk el a nemzetközi politikai szervezetektől, azt várnánk el az Európai Uniótól is egyébként, hogy támogassa az amerikai Egyesült Államok tervét a közel-keleti béke folyamatra vonatkozólag.
Megújult székházzal nyitotta meg kapuit a 2017-ben alapított Kertész Imre Intézet, a közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért közalapítvány által működtetett intézmény célja, hogy a Nobel-díjjal és a Magyar Szent István rendel kitüntetett író munkásságát, életművét méltó körülmények között mutassa be. Letisztult külső és impozáns termek. Felújított székházzal kezdte meg működését a Kertész Imre Intézet, amely a Nobel-díjas író máshol el nem helyezett hagyatékának, ki nem adott kéziratainak gondozására jött létre. Abszolút a rendszernek a peremén volt, és nem tartozott bele abba az irodalmi millióbe, közéletbe, ami a Kádár rendszer utolsó évtizedeiben az irodalmi életet meghatározta. Tehát az életének a körülményeit is feldolgozzuk, akkor az is a diktatúráról mond valamit. Az intézet célja, hogy Budapest egyik kiemelkedő kultúrterévé és találkozó helyévé válhasson a jövőben. Ezért sokszínű kulturális rendezvények, ösztöndíjprogramok, valamint kutatási tevékenységek is helyet kapnak majd az intézményben. Szeretnénk bevonni a fiatalabb generációt is abba az eddig megkezdett kutatási, illetve gyűjtő munkába, amelyet eddig az intézet már végzett. Azt nem titok, hogy rengeteg kéziratvariáns van nálunk, több ezer oldalnyi. Több műnek a keletkezés történetét például végig lehet kísérni. Kertész Imre munkássága mellett az intézet Pilinszky János, Petri György, Sziveri János és Artur Köszler hagyatékát is őrzi és gondozza.